Köszöntöm Önöket! A Kanizsa TV Karsz magazinját látják. Mai összeállításunkban kiállításról kiállításra barangolunk. Ha velünk tartanak a következő fél órában, a lehető legkülönbözőbb gyűjteményekkel, alkotókkal ismerkedhetnek meg. Negyedszázad alkotásai paravánon és tárlókban. Mérföldkőhöz ért a Hevesi Sándor Általános Iskolában működő galéria. Az elmúlt 25 évben generációk diákéveit tették emlékezetessé a hónapról hónapra megrendezett kiállítások. A megnyitók alkalmával igazi összművészeti és közösségi térré vált az intézmény aulája, így történt ez a jubileumi tárlaton is. A Hevesi Sándor Általános Iskola galériájában mutatkozott be festményeivel Zala megyében először Kisnébrecek Margit budapesti festőművész. A szezonnyitó tárlat meglehetősen rendhagyó módon, tanévnyitó ünnepséggel egybekötve nyitotta meg kapuit. Kiállítás a Hevesi galériában. Az évszám 1999. Nagyon szeretnék még rengeteg mindent felfedezni, ahogy a lengyel Kistán tanár úr is mondta, hogy keresni indul, én még most is keresni indulok. Szóval szeretnék minél több technikával, minél jobban, minél több mindent megmutatni embereknek. Visszapillantva a galéria elindulása óta eltelt időszakra, talán arról is képet kaphatnánk, milyen új hajszálerezetek jelentek meg azon, amit összefoglalóan kortárs magyar művészeteknek nevezünk. Ami azonban biztosan nem változott, az eszmeiség, mely a galériát annak idején létrehozta. Itt volt egy nagy iskolai aula, egy mondhatjuk modern iskolában. Legelőször még ez a fal, amelyik itt van mögöttünk, ez nem létezett az iskola átadásakor, de azért, mert rengeteg gyerek, több mint 900 gyerek járt ide először az iskolába, ezt a falat is le kellett zárni, hogy mögötte osztálytermeket hozzanak létre. Most maradt már egy kisebb aula, ami viszont semmire nem volt jó azon kívül, hogy itt reggel bejöjjenek a gyerekek az iskolába, és hogy ezen menjenek keresztül ebédelni az udvarra és ide-oda. És azért nem volt jó semmire, mert a több mint 600 tanulóit az ünnepségeken nem fért el, azt a tornateremben kellett tartani, és ezért ennek az aulának a falait elkezdtük használni arra, hogy a gyerekek alkotásait raktuk ki, az iskola hirdetéseit raktuk ki, és ilyenekre. És aztán egyre többször volt olyan, hogy annyi alkotást kellett kirakni a gyerekektől, hogy meg kellett gondolni azt, hogy rendezzük át valahogy úgy ezt az aulát, hogy a falain olyan tárlók, olyan paravánok, olyan felrakható helyek alakuljanak ki, amiben könnyebben fel tudjuk tenni ezeket az alkotásokat. A galéria hely kihasználása egyre praktikusabbá vált, ez pedig lehetővé tette, hogy az iskola tanárai bemutassák, milyen hobbit űznek, vagy mit alkotnak szabad idejükben. Később aztán bővült a kör. A szervezők a városban és a környéken élő művészeket kérték fel kiállításra. 1990 volt az az időszak, amikor ez úgy rendszeressé vált, hogy már havonta tartottunk kiállítás megnyitókat. Ezeken a megnyitókon aztán természetes volt az, hogy a képzőművészet vagy a különböző kirakott gyűjtemények mellé oda kellett sorolni a művészeteknek a többi ágát is, a zeneművészetet, a táncművészetet, az előadó művészetet, a verseket, hogy minél jobban rá tudjuk hangolni az itt megjelenő közönséget a galériának a kiállításaira. A műsor elsősorban a mi kedves közönségünknek szól, nektek gyerekeknek. Voltak olyan csodálatos neves művészek, például említhetném akár a Csótár Rezsőt, akinek a 60. születésnapi kiállítását rendezhettük, vagy a Dudás László Munkácsi díjas bélyek tervező grafikust, vagy akár a Kossuth Tivadar vajdasági festőművészt, vagy a Tóth Pista bácsit, a világ egyetlen élő Oscar díjas fotoművészt, aki akkora közönséget vonzott, hogy már alig fértünk el a galériában a felnőttekkel is, mert bizony néha egy-egy megnyitón az természetes, hogy most már nekünk természetes, hogy 250-300 gyerek is részt vesz, de az, hogy 150-200 ember részt vegyen, felnőtt,
ez a galériákban nem természetes. A művészek is olyan lelki töbletet kaptak itt a galériában, a rácsodálkozó, pontosabban a műveikre rácsodálkozó gyermekszemektől és a gyerekek lelkének áradásától, hogy már nem nekünk kellett szervezni azt, hogy kiknek rendezzünk kiállításokat, mert a művészek egymásnak adták a kilincset. Például a sorozatra, hogy Zsila Sándornak és dr. Vizur János fotóművészeknek rendeztünk kiállítást, ők elmondták Tóth Pista bácsinak, hogy milyen kiállítás volt itt, de már közben meghallotta Dudás László is, akkor Dudás Lászlónak is rendeztünk itt egy kiállítást, aztán utána Tóth Pista bácsinak, majd hát Cegléden ugye az Apáti Tóth Sándor Balázs Béla díjas fotoművész is hallott a dologról, mert elkísérte Tóth Pista bácsit, akkor utána neki is, és ez így megy most már, hogy a művészek jelentkeznek, és mi pedig nagy örömmel fogadjuk őket, mert a gyerekekre a képzőművészeti alkotások, a kiállított gyűjtemények fantasztikus hatással vannak. Hogyha éppen az átrendezés miatt egy vagy két napig nincs kiállítás, türelmetlenné válnak, nem találják a helyüket, nincs mit nézni. Természetesen ehhez kellett olyan segítség, mint amilyen Árvani Szabó Judit kolléganő, de hát a többi kollégának a segítsége nélkül sem mennének ezek a megnyitók, hisz utána még ő rajtuk múlik az, hogy abból a látványból, amit itt a gyerekek magukba szívnak, abból mit használnak majd fel a többi órán, a magyar órán, a történelem órán, a rajzórán. És hát sorolhatnám a többi órát is, ezért mondom azt, hogy a kollégák nélkül nem alakult volna ki ez a csodálatos gyerektársaság, amiről Holányi Julianna festőművész a következőt mondta: Hevesi Sándor általános iskola galériája egyenlő, sok kis apró gyermek, akiknek természetes a művészet szeretete. És azt hiszem, hogy ennél nagyobb dicséretet egy galéria nem kaphat. Ezt a mostani kiállítást úgy terveztük meg, hogy az évek során, pontosabban a negyedszázad során, ezekből az alkotásokból, pontosabban az itt kiállító művészektől nagyon sok alkotás itt maradt Kanizsán. Egyrészt nagyon sok alkotást kapott az iskola ajándékba. Ezek az iskolának a különböző termeit, folyosóit díszítik, így adódott a lehetőség, hogy hát gyűjtsük most egybe őket, hogy lássák a gyerekek is, hogy mi van itt. És hát megkértük a nagykanizsai gyűjtőket is, hogy tegyék meg nekünk azt a szívességet, hogy az általuk megvásárolt, a hozzájuk került művészeti alkotásokból bemutathassunk itt egy csokorra valót. Nos, ez olyan jó sikerült, hogy 71 alkotónak, művésznek az alkotásait tudtuk bemutatni. Ebben a sorozatban vannak festmények, olajfestmények, akvarellek, vannak fotóművészeti alkotások, vannak népművészeti alkotások, mind itt mellettem, vannak iparművészeti alkotások, mint a Cliff Boyce angol iparművésznek a gyertyái, de vannak szobrok is, mint Bognár Lászlónak a szobrai, vagy Ludwig Danielnek a szobra, Vanyur István szobrászművésznek a szobra, vagy itt van például a kezemben a most kerül majd Kanizsára egy szobra a Gera Katalinnak, és ez a Gera Katalin kiállításáról itt maradt kis plakettterv. Egy születésnapról persze nem hiányozhat sem a torta, sem a jó kívánságok. Kívánalmam az már úgy néz ki, hogy talán kezd teljesülni, mert az
első kívánságom az, hogy ne szűnjön meg a galéria. De ezt nem csak a mi galériánknak kívánhatom, mert hála Istennek Nagykanizsán lehet, hogy talán picit ennek a galériának a kitartása és a példája alapján, de ma már Nagykanizsán 6 általános iskolában van galéria. Az összes középiskolában van galéria, az egyetemen, de segítettünk létrehozni például Miklósvai Mindenki háza galériáját, vagy akár Borsfán a Kápolna galériát, a Szent Háromság Kápolna galériát. És én azt kívánom, hogy ezek a galériák éljenek tovább, éljenek meg még sok 25 évet. Imagine, azaz képzeld el. Képzeljék el, hogy egy magyar ötvös művészt Kaliforniába sodor az élet, ahol alkotásaival sikert sikerre halmoz. Amerikai felesége azonban egyszer csak rábeszéli, költözzenek Magyarországra, mert számukra az élet csak itt lehet teljes. Nos, ez a történet jön a következő percekben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszöntöm Önöket itt a Turi Hölgyműzőmben, a Magyar Plakátházban. Ahol mágikus mesealakok, talányos figurák és egy teljesen szürreális világ, Hajnal Rudi és felesége, Valeri világa fogadja a szemlélődőket. Mióta Magyarországra jöttünk, azóta csak vele állítok ki, mert tulajdonképpen neki köszönhetem, hogy itt vagyunk Magyarországon, mert ő szerette meg annyira Magyarországot, hogy ő beszélt rá, hogy vegyünk itt egy birtokot és jöjjünk ide. Úgyhogy én azt meg hát büszke is vagyok rá, amit csinál, úgyhogy feltétlen együtt állítunk ki mindig. Mi dolgozunk, van egyik szoba neki, és a szomszéd szoba az a sajátom. So, és kritikál mindenki, én, őr, meg őr, én. So, mi segít össze-vissza. És a témával az is azt hiszem tudunk segíteni. Megbeszélünk minden tervet, meg opciót, és sok mindent segít ő is nekem, meg én nem annyira neki, mert nekem inkább van segítségre szükségem a nehéz ezekkel, de nagyon sokat segít nekem. A nagykanizsai kiállítás a művészpár alkotói tevékenységének keresztmetszetét mutatja be. Hajnal Rudi munkái az ötvös művészetbe engednek betekintést. Fali ékszerei nehéz, kemény fizikai munkával készülnek, nem kevés idő alatt, de az eredmény önmagáért beszél. Először minden elő van rajzolva, de szinte mérnöki pontossággal, mert a réze nem lehet javítani. Rézradír az nincs. Tehát megcsinálja az ember papíron a rajzot, a pontos rajzot, azt át kell a rézre másolni, elő kell vésni a körvonalakat, és akkor hátulról kell különböző szerszámokkal kidomborítani. Mikor megvan, akkor egy nagy keménységű epoxival töltjük ki hátulról, hogy ne horpadjon be többet, és kap egy természetes patinát. Ez a természetes zöld patinája a réznek, ami a természetben 30-40 évig tartana, hogy ilyen legyen, mi meg megcsináljuk 3-4 óra alatt egy ilyen kémiai koktéllal. És utána kap egy olyan védőréteget, hogy soha többit nem változik meg tehát nem sötétedik meg, nem kell soha pucolni, ez így marad örökre. És sokszor ezen is használok például aranyat, 23 karátos aranyat, drágaköveket, ilyesmit sokszor használok. Ezeket a munkáimat fali ékszereknek hívják. Inkább ilyen szürrealista dolgokat csinálok. Ugye nagyon sokáig dolgoztam a Szász Endrével együtt. Sok tervet, résztervet csinált nekem, meg projekteket is csináltunk együtt. És velem is, hogy megmaradt a szürreális
világ fölötti gondolatok és elvonatkoztatások. Mindennek van valami szimbolikája, és mindig ki akarok valamit fejezni a munkáimmal, de a legfontosabb célom nekem az, hogy ha valaki hazajön agyon stresszelve, leül a munkám elé, akkor az elringassa, meséljen neki, nyugtassa meg, és adjon egy szépséget, ami visszaadja az életkedvét. Ez az első olyan terv, amit a Szászedbe csinált nekem, mikor megcsináltam a Beverly Hills-i villájának a bejárati kapuját, úgy megörült neki, hogy leült és egész delelőtt az usoda körül rajzolgatott nekem terveket. És ez volt az első. A tárlat megnyitóján Szálle László, Pulitzer emlékdíjas publicista méltatta a kiállítás anyagát. Mint mondta, férj és feleség is mélyen érző, szépséggyártó művész, akik ugyanakkor az élet teljességét keresik. Mint arra a publicista rámutatott, a festőművész Hávali ugyan Amerikában született és élete nagy részét ott töltötte, festői anyanyelve mégis magyar, hisz festőileg itt látta meg először a napvilágot magyar mesterek segítő közelében. Az egész életem festő voltam, csak hobbi, de elég sok évig és gyerekkoron kérdezni meg az anyám. Fel minden, amit tudtam, festettem, vagy rajzoltam. És itt Magyarországon most koncentrálom ezt a új témát, meg a műtét az is után valami változik nekem, hogy a saját filozófom más, mint a régen. So, ezek a festmény most ez más, mint 3 év ezelőtt. So, én új születettem végső soron. Erősebb ezek a témák, hogy a Magyarország mit jelent nekem. Én most állampolgár, magyar állampolgár vagyok, és ezt a festményt festettem, amikor kaptam az állampolgárságot a polgármester Szigetvárban. Elég sok minden más témák van, de a múzeum mindig a természet, meg az emberek. A magyar ember én találom tehetséges és speciális a világban. Valami más, ez nehéz magyarázni, de valami csodálatos. És változik a világ most, az egész Európában, az egész világban, és nekem szükség van festeni, ami most van, de azt hiszem a jövő nem lesz. Az öreg nénik, ahogy láttok az én faluban és minden faluban, ez csodálatos nekem, a bölcs, ilyen mesekori valamit. Én szeretnék festeni és ez fogni. Mert azt hiszem, a jövő generáció ez a nénikik nem lesz. So ez félig mese, félig mostani témák. Az én hobbim a bélyeggyűjtés, sőt,
több mint hobbi, vallja Papp Ferenc. A HSMK nyugalmazott igazgatója indította útnak annak idején az intézmény, ma is népszerű, Én Hobbim című sorozatát, melynek legutóbbi állomásán épp az ötletgazda mutatkozott be. Negyven évvel ezelőtt kezdődött, úgy nem biztos, hogy pontosan 40, de a körül, mégpedig akkor, amikor tényleg már munkába álltam, dolgoztam népművelőként, és elkezdtem foglalkozni édesapám hagyatékával, és ott nagyon sok olyan bélyeg sorozatot találtam, különösen a két világháború közti időszakból, meg az 50-es évekből és 60-as évek elejéről, amelyek felkeltették az érdeklődésemet. Megmondom őszintén, hogy akkor még festmény bélyegek, illetve festménysorok még nem voltak a gyűjteményben, de aztán középiskolás koromban, a Csurgói gimnáziumban már észrevettem, hogy valamiféle különös érdeklődésem van a festészet iránt, a színházat meg a festészetet szeretem talán a művészetek közül legjobban, és ismerőseim szerint valamelyest értek is ez a két műfajhoz. És akkor volt egy nagyon érdekes sorozat Magyarországon a könyvkiadásban. Ennek a sorozatnak az volt a címe, hogy az Én Múzeumom. Ezek vékony kis füzetek voltak, és a magyar festészet legnagyobbjait csokorba gyűjtve egy-egy füzetbe három festőt mutatott be. Rövid életrajzzal, körülbelül hasonló korba, hasonló irányzathoz tartozó festőket, és a végén pedig az egész kiadványnak a hátoldalán egy kis tasakba pedig reprodukciók voltak, olyan reprodukciók, amelyek az adott festőknek a képeit tartalmazták, tehát róluk szóltak. És akkor én ezeket elkezdtem gyűjteni, még most is emlékszem, hogy egész bagatel, 8 forint volt egy ilyen, bár akkor egy kollégistának ez egy nagyobb pénz volt, és akkor kezdtem talán jobban foglalkozni, megismerkedni a Szépművészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria legértékesebb festőivel és azoknak a képeivel. Rögtön hozzáteszem, hogy nem csak magyarok, hisz mindkét közgyűjteményben nagyon sok francia, német, alföldi vagy épp spanyol mestertől, a spanyol festőiskola klasszikusaitól származó festmény van. Egy időben megjelent az úgynevezett kárt maximum, ami azt jelenti, hogy azonos témájú bélyeg és képes lap van együtt, itt a kiállításon is lehet ilyet látni. És akkor ezeket is elkezdtem vásárolgatni, és én úgy gondolom, hogy abból a szempontból mindenképpen érdekes, meg hasznos volt, hogy a szabadidőm eltöltésének egyik nagyon fontos területe volt ez. Papp Ferenc külön albumban gyűjti a művészeti témájú bélyegeit, a HSMK előcsarnokában található tárlókban tematikusan, stílus, iskola, alkotó szerint rendezték el a kiállítás anyagát. Igyekeztem olyan föliratokat készíteni az egyes festők életrajzát is, ha csak születési halálélet
megjelölésével, a halálának időpontjának megjelölésével, hogy a laikus nézőt is tájékoztassa az adott korról vagy stílusról, és ezek hát azért nagyobb számokkal, betűkkel kerültek oda, tehát mindenképpen olvasható. Most az egész gyűjteményből, ami hát nagyon érdekes lehet, hogy a magyar legnagyobb közgyűjteményeket is bemutató sorozatok is vannak, a Nemzeti Galéria Szép Művészeti Múzeum anyagából, tehát a németalföldi, a spanyol, a francia impressionista festők közül is nagyon sokat bemutat, de az egyik legértékesebb gyűjtemény rész az kétségkívül a Spanyolországból a madridi Prado Múzeum, ez a világ egyik leghíresebb közgyűjteménye, abból való, ahol a spanyol festészet óriásainak a képei szerepelnek, és hát ezekből a legfontosabb festmények, ezek a bélyek sorozatomon láthatók, tehát Velázquez, Goya, El Greco, Murillo. Én úgy gondolom, hogy ez az egyik legérdekesebb része. Egész anyagból azért mégiscsak, ezt többen megkérdezték persze megnyit után, Csontvári tetszik a legjobban, tehát az ő színvilága, az élettel teli színvilága, a csodálatos tájak, képek, szóval én úgy hiszem, hogy a Csontvári nem csak a magyar festészet, hanem az európai és a világ festészetének egyik legnagyobb alakja volt, és hát nem véletlen, hogy Budapesten jelenleg is a Csontvári Géniusza című kiállításnak olyan nagy visszhangja van, és egyik barátom, aki megnézte ezt a kiállítást, mesélte, hogy nem csak magyarok, hanem rengeteg külföldi is látogatja. Csontvári abból a szempontból is közel áll hozzám, hogy korábbi munkahelyeim Pécshez viszonylag közel voltak, és bizony valahányszor Pécset jártam különböző kulturális programokon, rendezvényeken, nem felejtettem el meglátogatni a Csontvári kiállítást. Igaz, hogy most a pesti bővebb, gazdagabb, de a mostani anyagnak, a gyűjteménynek a nagyobb részét is azért a pécsi kiállítási anyag adja. Laikusok körébe, de még a bélyeggyűjtő körébe is elterjedt nézet, hogy a bélyeggyűjtés az egy hobbi, az egy szenvedély. Én úgy gondolom, és erre céloztam a megnyitón is, a kiállítás megnyitóján, hogy egy kicsit más, egy kicsit több is ez. Én ezt egyfajta önbűvelődésnek, önképzésnek, tanulásnak tartottam, hisz ezzel, annak ellenére, hogy bölcsész vagyok, egy csomó olyan bélyegen van, ami a reáliából jött, a reál világból, természettudomány és egyéb területekről, és hát ezeket az ismereteket is, ezzel a világgal való kapcsolatomat is erősítette. Tehát ez a mini világ, ami megjelenik a bélyegeken, ezeken a pici kis papírlapokon, ez a nagy glóbuszt, a nagy világot is jelképezik. Kedves nézőink, ennyi fért mai magazinunkba, köszönöm megtisztelő figyelmüket, nézzenek minket jövő kedden is a szokásos időben, viszontlátásra!